Március a Duna árterében. A tél elmúltával véget ér egy hosszú utazás. Immár 17. alkalommal tér haza a fekete gólya. Itt született. Párjával újabb utódokat szeretne felnevelni abban a fészekben, ahol már 4 nemzedék nőtt fel. Fárasztó utat tett meg, de nincs idő tétlenkedni. Felméri a fészek állapotát. Megtépázta a szél, de az alapok erősek. Lehet rájuk építkezni. Az öreg erdőfái csak lassan ébrednek téli álmukból. A tavasz első hírnökei azonban már márciusban megtörik a téli szürkeséget. A kora tavaszi napsütés csillagvirágokat nyit az avaron. A párhetes vadmalacok épp hogy elhagyták vackukat. Ismerkednek a színes, tágas világgal, de mindig anyjuk közelében maradnak. Napjuk nagy részét alvással töltik. A meleg napfényben összebújik az alom. A szarvasok számára még nem ért véget a tél. A friss hajtások megjelenéséig tart. A barna varangy előbújik a földből. Ideje friss energiát merítenie. Közeleg a párzás időszaka. A himmadár már is nekilátott fészke felújításának. Fehér társaitól eltérően a fekete gólyák kerülik az embert. Lakott területek helyett a sűrű, zavartalan erdőkben költenek. Nagy rutinnal dolgozik. 3 éve szemelte ki ezt a magas kőrist. Azóta évről évre visszatér. Erős, hajlékony ágakkal építi magasabbra a fészek oldalát. Alaposnak kell lennie, ez lesz fiókái otthona a következő 4 hónapban. A felújítás hosszú, gondos, fáradtságos munka. Jó lenne befejezni, mire a tojó megérkezik. A fészek belsejét mohával és földdel béleli. A fészek itt szilárdabb, melegebb és kényelmesebb is. Kész az otthon, kijár a láblógatás. Tavasz, nyár, ősz, tél. A természet folyamatos körforgásban van, de munkál itt egy másik, ellenállhatatlan erő is. A víz. A Duna halban gazdag, hordalékos vize tartja örök mozgásban ezt az erdőkkel borított, holtágakkal szabdalt tájat. Évszázadok ritmusát éli a gemenci erdő. A vízpartokon és az erdő nedves talaján ezrével nyíló boglárkák az új kezdet hírnökei. Alig bontották ki szirmaikat, a virágok már is szorgos méhek seregét csalogatják elő. A télfakóságát színek váltják fel, a csöndet pedig szüntelen zsongás. A tavasz feltartóztathatatlan. A gólya izgatottan várja a párját. Amint észreveszi, hangos üdvözlésbe kezd. Sok fészekben indul meg az élet ezekben a hetekben. Gemencen 35-45 fekete gólya pár költ évről évre. A hím nem sokat tétlenkedik. Megkezdődik a gólyanász. Az elkövetkező napokban többször is párosodnak. Együtt csinosítják fészküket. A közösen végzett, kitartó munkával nem csak az otthonukat, de a kettőjük közötti köteléket is erősítik.
Egy-két utolsó simítás, és minden készen áll a tojások érkezésére. Ideje táplálék után nézni. A Duna a magyar alföldre érve lelassul és kiszélesedik. A szeszélyes folyam valaha akadálytalanul kanyargott széles völgyében időszakos áradásai hatalmas területeket borítottak el. A víz zátonyokat, szigeteket épített, az éles folyókanyarulatokból pedig holtágak keletkeztek. A hátramaradt hordalék kiváló életfeltételeket teremtett az állatok és növények számára. A termékeny öntés talajon kiterjedt galéria erdők és fűzfaligetek nőttek, melyek jól tűrik a Duna éves áradásait. A hajdan zabolátlan folyam az 1800-as évek végére nyerte el végleges medrét. A folyószabályozás részeként mindkét oldalon gátakat húztak, hogy áradás esetén is a mederben tartsák a vizet. A jobb parton a töltést a folyótól távolabb, 6-8 kilométerre építették, jelentős árteret hagyva. Így keletkezett a Gemenci erdő, amely ma Közép-Európa legnagyobb összefüggő ártéri vadonja. Majd 180 négyzetkilométernyi rengeteg a Duna és holtágai mentén. Az erdőt keresztül kasul csatornák, úgynevezett fokok szelik át, melyek az áradó Duna vizét a környező tavakba és az alacsonyabban fekvő rétekre, kaszálókra vezetik. A fokgazdálkodás évszázadokig segített az embereknek együtt élni az árvizekkel. A nyitható-zárható csatornákkal a vizet az alacsonyabban fekvő területre vezették, így csökkentve az árvíz romboló erejét. Apadáskor a fokok visszajuttatják a vizet a folyóba, így a talaj termékeny maradt, de nem mocsarasodott el. A mélyebben fekvő ártér öreg nyár és fűzfaligetei ma Gemenc legszebb erdőségeit alkotják. A csatornák és gátak mára egyé váltak a természettel, nem csak az embert szolgálják. Életteret és menedéket nyújtanak Gemenc páratlan élő világának. A gátakon túl egész a látóhatárig nyúlik a termőre fogott alföld. De a gátakon belül a víz az úr. Gemenc 1977 óta természetvédelmi terület, ma a Duna-Dráva Nemzeti Park része. A tavakkal, holtágakkal átszőtt erdő igazi paradicsom a barna varany számára. A párzási időszak márciusban kezdődik, és eltarthat akár májusig is. Ilyenkor a hímek fáradhatatlanul kutatnak pár után. A szerencsésebbek rákapaszkodnak a kiszemelt nőstényre, és nem eresztik el. Minden légy ott ért ádászharc folyik a hímek között. Pár jól irányzott rúgással sikerül távol tartani a későn érkezőket. Ez a hím most nem járt sikerrel. De nem adja fel. Lesz még ideje, hogy párt találjon. A fekete gólyapár túl van a párzás időszakán. A tojások már a fészekben vannak. A két szülő felváltva ül a tojásokon. A tojó olykor-olykor megigazgatja őket. Fordít rajtuk, hogy minden oldalukat egyformán melegíthesse. A kotlás az utolsó tojás lerakásától számítva 30-40 napig tart. Április végére megerősödtek a vadmalacok. A kondával együtt járják az erdőt.
Egy kiadós tavaszi zápor után irány a rét. Az eső a felszínre kényszeríti a gilisztákat, és a csigák is megelevenednek. A disznók egy-egy ízletes lárváért képesek akár nagy gödröket is túrni. Az éhes konda mohón lakmározik. Nagy a tülekedés. A malacoknak óvatosnak kell lenniük, nehogy heves társaik felöleljék őket. Percek alatt feleszik, amit találnak. Irány a szomszédos tisztás. Esteledik. A nádasok és az öreg fák rejtekéből előjönnek gemenc koronás urai. Tucatnyi gímszarvasbika járja együtt az erdőt. Csapatuk egészen augusztus végéig együtt marad. Tél végére elhullatják agancsukat, hogy tavasszal újat növeszthessenek. Az erejük tejét mutató bikák agancsa már most terebélyes, és gyorsan gyarapodik a bőség hónapjaiban, akár napi 1 centiméterrel. Ehhez rengeteg energiára van szükségük, így akár napi 8-10 órát is táplálkoznak. A hosszú tél után üdítőek a rét friss, zamatos hajtásai. Az új agancsot 4-5 hónap alatt építik fel, majd ledörzsölik róla a puha háncs réteget, a barkát. Gemenc a Duna holtágainak szövevényes világa. Ahol hosszan kanyargó, hol kiszélesedő állóvizek még őrzik az ősi Dunatáj jellegzetes képét. Valaha itt kanyargott a nagy folyammedre. Ma morotvató a nyéki holt Duna. Gólyák, kócsagok, gémek otthona. Május elején a nedvesebb rétek és a liget erdők fehér virágba borulnak. Kihajtott a nyári tőzike, népies nevén a vízi gyöngyvirág. Kedveli a nedves talajt, így gemencen kiváló életteret talál magának. Megnevezésével ellentétben nem nyáron, hanem áprilistól május végéig nyílik az ártéren. A gólyafészek a fiókáktól hangos. A tojó 4 tojást rakott le, de csak 3 utót kelt ki. A fiókák alig pár naposak, de már nagyon falánkak. A nap jelentős részében alszanak, csak táplálkozni kelnek fel. A szülők figyelmét teljesen lekötik a fiókák. Amíg ilyen kicsik, sok veszély leselkedik rájuk, folyton őrködni kell mellettük. A szülők mindent elkövetnek, hogy fiókáikat megvédjék az elemektől. Szerencsére a fészket gondosan építették, és a hideg éjszakák már mögöttük vannak. Gemencen a tavasz nem csak a bőséget és az új nemzedék születését jelenti. A hegyekben megolvadt hó megduzzasztja a folyamot, és a máskor békés, életet adó víz elszabadul. Először a széles holtágakat tölti meg, majd a fokokon keresztül betör az erdő mélyebben fekvő részeire.
Ekkor válik igazán veszélyessé. Hirtelen önti el az erdőt. A Duna vízszintje néhány nap alatt métereket emelkedik. A víz nyomában a pusztulás jár. Mintha a tavasz minden munkája oda veszett volna. Az erdő csaknem teljesen víz alá kerül. Lakói egyedül a vadmentő dombokon és a töltések oldalán találnak talpalatnyi szilárd talajt. Akik nem találtak időben menedéket, most az életükért küzdenek. A vaddisznó család is menekül. A malacok kétségbe esetten követik anyjukat, nem tudják, mi folyik körülöttük. A tetőző víz hatalmas fákat, rönköket csodor magával, mely egyes élőlényeknek a túlélést jelenti. A szarvasok a magas vízállásig kivártak. De már ők is a vadmentők felé indulnak. A felnőttek kitartó úszók. Borjaik azonban hamar kimerülnek, testük is gyorsabban kihűl a 10 fokos vízben. Tetőzik a Duna. Gemence teljesen elöntötte az ár. Megtévesztő csend ül az erdőre. A szerencsésebbek megmenekültek, de az ár levonulásáig még nagy veszélyben vannak. A hatalmas fák alatt semmi sem mozdul. Pár nap alatt levonult az ár, de szomorú látványt hagyott maga után. Megtépázott ajnövényzet, hamuszínű fák. A sivár iszapköpeny az első kiadós esőig megmarad. A túlélők visszaköltözhetnek a naposabb rétekre és nádasokba. A hömpölygő ár kimosta a földet a lazább talajban álló fák alól. A tisztások egy részén még áll a víz. Ebben a kiszáradt holtákban viszont már szárad az iszap. Ami messziről sártengernek tűnik, a közeli szemlélőnek felfedi igazi színeit. Az algák a zöld ezer árnyalatával tarkítják a meleg, sekély vizeket. A felszínre szivárgó rétegvizekből pedig kicsapódik a vasoxid, és rozsdavörösre színezi a termékeny hordalékot. Az iszapban megjelennek a különleges dunai gejzírek is. Nem vulkán fortyog Gemenc felszíne alatt. Az árvíz idején iszapba szorult levegő bugyog lassan a felszínre. Az árvíz nem csak pusztít, épít is. Nélküle nem működne ez az élőhely. A gazdag termékeny iszapból a nyár derekára új élet sarjad. Júniusra az ár elvonult. A szarvasbikák napokig voltak a vízfogságában. Mégsem távolodnak el a holtágaktól. Az áradás nem csak vizet zúdított az erdőre. A lápokban, pocsolyákban és holtágakban szúnyoglárvák és bögyök milliói keltek ki, melyek nem kímélik Gemenc vadjait.
A vérszívók elől nincs menekvés. A csapat a tóba gázolva keres enyhülést. Testük nagy részét megvédi a víz. Erőfitoktatás még ilyenkor is előfordul. A rangsorban elfoglalt helyet újra és újra meg kell erősíteni. A szarvasok jelenléte egyáltalán nem zavarja a holtág egy másik lakóját. A hód visszaigyekszik párjához. Üdvözlik egymást. A hódpár igen szoros, életre szóló kapcsolatot ápol. A part közelében táplálkoznak, nem szívesen távolodnak el a víztől. Főként friss hajtásokat és fák kérgét fogyasztják. Gemenc valóságos Kánaán számukra. A partmenti sávban bőven találnak lágyszárú vízi növényeket és fiatal fűzfahajtásokat. Magyarországon az 1800-as években kipusztultak a hódok. 1996-ban programot indítottak a visszatelepítésükre. Ennek köszönhetően ma Gemencen 300 hód család él. A szarvasok továbbra sem hagyják el a védelmet nyújtó vizet. A vaddisznók is jól érzik magukat a vízben. A kanok magányosan töltik az év nagy részét. Csak ősszel a búgás idejére csatlakoznak majd a kondához. Nagy területeket járnak be élelem és hűsítő dagonyák után kutatva. A tavakban és az árvíz után visszamaradt pocsolyákban tucatjával vadásznak a fekete gólyák és más vízi madarak. Módszeresen átkutatják a tócsákat halak és kétértűek után. Megéri kitartónak lenni. Olykor hatalmas zsákmány kerül elő a zavaros vízből. Míg a gólyák megállás nélkül terelik a halakat, addig a szürke gém óvatosan halad a vízben. Ahogy megpillantja áldozatát, megáll és mozdulatlanul vár. A megfelelő pillanatban csap le. Ezúttal sikertelenül. Ideje odébb állni. A törtető gólyák úgyis csak elijesztik a zsákmányt. Thank you.
A gémfészke nincs messze. Egy magas fűszfa csúcsára építette. Zajos a lakóközösség. A szomszédok alig pár méterrel odébb fészkelnek. Egy telep akár 100 fészekből is állhat. Éhes fiókák várják a hazatérő szülőket, akik két zsákmány szerzés között megpihennek. A gólya is fészke felé száll. A fiókák elmúltak 8 hetesek. Az etetések között összebújva pihennek a fészek biztonságos rejtekében. Anyjuk érkezésére megelevenednek. Még szinte maga tehetetlenek, de néhány hét múlva kifelé tekintgetnek majd a fészekből. Jól esik a szülői gondoskodás. Míg a szarvasbikák csak a legeléssel vannak elfoglalva, a tehenek számára a május és a június az év legmozgalmasabb időszaka. A borjak májusban születtek és júniusra megerősödtek. A szerencsések túlélték az árvizet és a vérszívók támadásait, tapasztalt szülőjüknek hála. A friss füvön és anyjuk zsíros tején a kicsik gyorsan fejlődnek. Ez a fiatal 10 kilogrammal is gyarapodik egyetlen hónap alatt. A tehén figyelmét felkelti valami. Vajon mi mozog az úton? A vaddisznó család egyre gyakrabban mutatkozik napközben a réteken és az utak mentén. Beköszöntött a nyár. A bőség évszaka. Az erdő tele édes, zamatos gyümölccsel. Az eperfa már kínálja lédús napérlelte termését. 2 hétig is eltarthat, míg az összes eper lehullik a fáról. Az erdő állatai ritkán jutnak gyümölcshöz, így az eperfa termése igazi kincs. Aki gyümölcsöt kínál, mindig számíthat a vaddisznó kondára. Ki is szagolták az ingyen ebédet. A malacok most esznek először az eperfa gyümölcséből, de már is a kedvenc csemegéjük. A konda percek alatt eltakarítja a lehullott termést, majd továbbáll. Naponta többször is visszatérnek a fához. Gémek és kócsagok nagy csapataira virrad a hajnal a holtágon. Már korán reggel táplálék után kutatnak a sekély vízben. A magasból egy másik vadász is figyeli a gemenci tájat. Egyetlen szán csapására szétrebben a gémek serege. A fiatal rétisas inkább a levegőből kémleli a vizet. Amint megpillantotta áldozatát, néhány száncsapás elég, hogy fölébe érjen. És már viszi is a halat. Közben a szürke gémnek is kapása van. Egy jól megtermett hal lesz az ebéd. Az éles erős csőrből már nincs menekvés.
Hasonló módszerrel vadászik a kócsag is. Óvatos, kimért mozdulatokat tesz. Majd egy villanás, és megvan a zsákmány. Gemencen a dolmányos varjú is talál magának táplálékot a vízben. Mindenkinek jut elég hely és ennivaló. A három halász jól megfér egy fán. Jól lakottan nézelődnek. Nyár derekára a sekély holtágak zöld folyosókká változnak. Hatalmas leveleivel mindent elborít a vízitök. Nagy sárga virágai kiemelkednek a vízből. Erjedt szagukkal magukhoz csalják a legyeket, melyek a beporzásban segítenek. A szarvasok és vaddisznók előszeretettel fogyasztják a vízitök húsos leveleit. Szarvas tehén gázol a holtág meleg vízében. A 30 fokos hőség és a szúnyog invázió ellen a víz az egyetlen menedék. Sőt, fürdőzés közben még enni is lehet. Ízletesek a sulyom levelei. Csak azok a makacs vérszívók ne lennének. Ha nem zavarja őket senki, a tehenek akár egy óráig a vízben maradnak. Aztán irány az árnyas erdőszél. A delelő nap szinte elviselhetetlenül tűz. A tehenet már várja a borja. És a vérszívók, akik újra támadnak. Ideje odébb állni. Az áradás rengeteg halat juttatott a holtágakba. A sekély vizek pedig kiváló ívóhelyek. Az apró halak nem is sejtik, hogy egy szempár figyeli őket. Egy jégmadár lesi zsákmányát. Villám gyorsan lecsap. Könnyű fogással indul a nap. Vagy mégsem. Na, ez a reggeli gyorsan elment. A madár ezt elügyetlenkedte. Ismét próbálkozni kell. Megvan! Ezt a halat már el nem ereszti. Néhány jól irányzott ütéssel elkábítja áldozatát. Ne ficánkoljon annyit! Egyben fogyasztja el zsákmányát. Ebédidő van a gólyafészekben is. A fiókák étvágya csillapíthatatlan. Minden falatért nagy a tülekedés. A tojó ügyesen adagolja csőréből a halat, békát, siklót, ami épp akadt. Aztán indul a következő adagért. A gólyaszülők egész nyáron fáradhatatlanul hordják a táplálékot a fészekainak. Még pihéiket sem hullatták el,
A fiókák már a szárnyukat próbálgatják. Egy bő hónapjuk van a kirepülésig. A legnagyobb fióka nem tud megülni a fenekén. Játszótársat keres. Testvérei azonban rá se hederítenek, hiába piszkálja őket. Késő délután az ártéren elcsendesednek a madarak. Az árnyékok megnyúlnak. Lassan beestenedik. A vizektől távol, az erdő mélyén is varázslatos a hajnal. A lombkoronán először csak néhány fénysugár hatol át, élénk színeket festve a fákra. Majd egyre több fény szűrődik be a sűrű erdőbe. Kivilágosodik. Az erdő sűrűjében az időszakos vizek nagy része kiszáradt augusztusra. A talajon megült pocsolyák igazi kincsnek számítanak. Egyre több látogatót vonzanak. A madarak hűsölni és szomjukat oltani járnak ide. Egy héja kémleli a környéket. Jelenléte tiszteletet parancsol. A mókus nem is kockáztat, inkább elszalad. A pocsolyában izgalom támad a ragadozó láttán. Mindenki menekül. Pedig a héja most nem prédára les. Ő is inni és hűsölni jött. Miután távozott, a bátrabbak visszamerészkednek a vízbe. De újabb látogatók riasztják el a fürdőzőket. A vaddisznó Konda egész hajnalban táplálék után kutatott. Ezután jól esik egy hűs dagonya. A malacok muhón isznak. De még éhesek is, inkább élelmet keresnek. A koca viszont élvezi a hűsítő sárdagonyát, ami a hőség és a szúnyogok ellen is véd. A konda naponta többször lejár kedvenc dagonyáihoz. Több mint 3 hónap telt el a gólyafiókák születése óta. A kirepülésig már csak néhány napot kell várni. Minden energiájukra szükségük lesz az elrugaszkodáshoz. Ma még mohón esznek, de a szülők egyre kevesebb táplálékot hordanak. A fiókák lassan magukra lesznek utalva. Kirepülés után a fiatalok néhány napig visszajárnak a fészekbe, de jövőjükről hamarosan maguknak kell gondoskodniuk. Minél előbb önállósodnak, annál nagyobb eséllyel jutnak el a telelőhelyre. Az erdő csendjébe nap mint nap belepöfög, belesípol a rezéti kisvasút mozdonya. A kirándulók válogathatnak a túra útvonalak között. A vasútvonal mentén sok a pihenőhely. Amint az utolsó vonat elhagyja az állomást, újra csend borul a tájra, és hamarosan előjönnek búvóhelyeikről az óvatos erdőlakók.
ételmaradék után kutatnak. A süldő róka előmerészkedik a sűrűből egy könnyű vacsora reményében. Mintha csak lesben álltak volna, a vaddisznók megszállják az állomást. Módszeresen átfésülik a portát maradékok után. Mindig akad valami ehető. A domináns koca nem tűri, hogy elegyék előle a legjobb falatokat. Rendet tesz a szemtelen fiatalok között. Szürkületkor az aranysakális portjára indul. Ez a rejtőzködő, óvatos ragadozó pockok és egerek után szaglászik a nádasokban, ligetekben és a mezők talaján. Meghempergőzik egy tetem maradékán, hogy elfedje saját szagát a többi állat előtt. Mindig éberen figyel. Az egerektől a süldő malacig bármit képes megfogni. A hajnali szél megmozdítja a pára sűrű fátylát. Mögötte titokzatosan dereng a táj. Igazi, nyugodt, késő nyári hajnal. Ám a csendbe hirtelen belehasít egy mély, öblös hang. Megkezdődött a szarvasok násza, a szarvasbőgés. Az eddig békésen legelésző bikák között forra feszültség. Az erejetejében lévő bika féltékenyen őrzi háremét. Bőgésével a többi bikának üzeni, nem tűri a betolakodókat. Érzi a közelben járó riválisokat. A tehén kíváncsian nézi az érte vívott viadalt. Ezt a két fiatal bikát nem könnyű megrémíteni. Ők csak játszanak. Egymásnak feszülnek. A küzdelem addig tart, amíg egyikük meg nem futamodik. A domináns bika nem tűri a még éretlen vetélytársakat sem. Elég csak felszegni a fejét, arrébb tessékeli a fiatalokat. De az ifjoncokat szétveti a hév, újra és újra összecsapnak. Fárasztó időszak ez a bikáknak. Gyakran felkeresik a vizeket egy iszapfürdőre, hogy lehűtsék magukat. Most már jöhetnek a trónkövetelők, de ki mer újat húzni a terület urával?
Ősszel a költöző madarak nagy csapatokban gyülekeznek az összehúzódott vizeknél. A halak egyre kisebb helyre szorulnak, így a madarak könnyű zsákmányhoz jutnak a hosszú utazás előtt. Nagy a nyüzsgés ilyenkor a vízpartokon. A gólyák, gémek és kócsagok megfogják az idei utolsó zsákmányukat gemencen. Egy vízbe gázoló szarvas zavarja meg a madarakat. A gólyafiókák felnőttek és csatlakoztak szüleikhez a holtágon. Gyorsan megtanulták a halfogást. De a rutinért keményen meg kell dolgozniuk. Ennyit a tiszteletről. A fiatalok nem tudnak ellenállni a könnyű falatoknak. Az óvatlan szülők zsákmányát lopkodják. Az elcsendesült holtákban a vaddisznókonda vízi növényeket lakmározik. A malacok egészen megnőttek, ők is a vízben keresgélnek. Életük első veszélyes hónapjait sikerrel vészelték át, süldővé cseperedtek. Túlélték az árvizet, elkerülték a ragadozókat, és megismerték a gemenci rengeteget. Vajon elég erősek lesznek, hogy átvészeljék a telet? A magányos kanis a vízben keresgél. Ő azonban különleges csemegére vágyik. Kagylók után túr az iszabban. Az egyre sekélyebb vízben olykor tenyérnyi méretű példányokat is talál. Hangos roppanástól visszhangzik a part. Szeptember közepén már csendesebbek a hajnalok. Süt még ugyan a nap, de a hideg reggelek jelzik a vándoroknak, itt az idő útra kelni. A szarvasok és a vaddisznók a térre készülnek. A szürke gémek még kitartanak. A fekete gólyának indulnia kell. Elrugaszkodik a földről. Kétszer is, mint akinek nehéz a búcsú. Sikeresen felnevelt egy újabb generációt. Fiókáival többé nem találkozik. A telelőhelyig hosszú és veszélyes az út. De tavasszal újult erővel tér majd vissza. Itt a fészke, itt az otthona, ebben a különleges ártéri vadonban.